Jó napot! Ne basztak! Szia! Ismert és felismert hazai zenészek, dalszerző, előadók vették birtokunkba a megszínpadot, és adtak felejthetetlen koncertet. 2012-ben már összesen több mint 30 színpadon csendültek fel a magyar zeneszerzők művei. A programokról több tévécsatorna és készített beszámolat és számos rádió kizárólag magyar dalokat játszott a jeles nap alkalmáról. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát szintén gratulálok Végés Csabának, hogy megnyerte a fővárosi rangot. Hadd mondjam el, hogy én nem vagyok a zsűri tagja, tehát egy csomó híres művész és zenei szakember áll össze, tehát a zeneipari, a zene szakmai, vagy csak a szabad ezeket a csúnya szavakat használni. Ők tanulmányozták a pályázatokat, és így nyert Békés Csaba, úgyhogy én általában vagyok itt, mert nem tudtam egyáltalán semmit az ügyben tenni, mert nekem nem is szabadon beleszólnak. Amikor már én valamennyire az eszemet tudtam, és Magyarországon kialakult az a nagyon-nagyon sok médiumos rendszer, a rengeteg rádió, ami korábban nem volt, akkor azért úgy sokan beszélgettünk arról a muzsikusokkal, hogy milyen ötletek, hogy mennyire háttérhelyzetbe kerül a magyar zene, és ami ennél sokkal rosszabb, hogy milyen keveset tudunk a saját zenekről. Tehát milyen keveset tudnak az emberek, nem csak a fiatalok, a saját zenéről, arról a hatalmas zenei kincsről, ami még felelhető, amit még valahonnan elő lehet bányászni, amit meg kellene mutatni, amikre büszkék lehetünk, és itt azt tudom, hogy fontos elmondani, hogy egy műfajok nélküli, határok nélküli magyar zenei kincsről van szó, a népzenétől, az operákig, ne felejtsük el, hogy most lehet egy áriát áriának hívni, de egy ária az is csak egy dal. Legfőjebb egy kicsit bonyolultabb dal, mint amiket mondjuk, mint egy népdal. De a komoly zenei dalok, a legkülönbözőbb úgynevezett könnyű zenei dalok, tehát hogyha ha megpróbáljuk egy pillanatra a figyelmet, az 1900-as évekre, az 1900-as, 10-es, 20-as, 30-as évekre, akkor Magyarországon óriási reneszánsza volt a költőknek, a versenynek a megzenésítésére, ugye nagyon híresen maradtak föl a rejnyíztalok, az a versenyre, amiket tanítani kellene, nem pedig elfelejteni. És rengeteg olyan nagyon-nagyon értékes dal született a városi folktól kezdve, a legkülönbözőbb értékekig, ugye azok a magyar operett szerzők, akik az én generációm, a nagy operett magyarok generáció, mondjuk meg akartunk egy valamiféle váltást hozni, és azt nem tudod elfelejteni, hogy ebben a hatalmaségekben az időzenekarnak micsoda szerepe azok, hogy onnantól, én onnan szám, nekem onnantól van egy időszámítás. De a magyar tanulmányban nem szoktak nekünk, hogy mondjam, szegregálni, vagy valamiféle műfajta másik elindé helyezni. Hát a 30-as, 40-es évek magyar operett szerzői, Európa kivincselt azért, hogy kapjanak tűnik valamiféle
egyféle művet, egy Ábrahám Pál az elfoglalta Berlint, hogy úgy mondjam, mert az akkori legendás berlini filmgyártásnak az egyik főzenei alapja volt. Tehát hihetetlen, hogy ilyen kincs van a kezünkben, és ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a legtöbbünk ebből alig ismer valamit. Akkor én ezen sokáig törtem a fejem, és akkor valamikor egyszerű kitaláltam, hogy legalább egy napot a 365-ből áldozunk a magyar dalognak, függetlenül, még egyszer mondom, függetlenül műfajtól, függetlenül stílustól. És akkor én sokáig nem tudtam elkezdeni, hogy lehet ezt megcsinálni, de évek alatt is valami kialakult bennem, és akkor egyszer csak fogtam, és körültem a kerületi Karcsár-sziget főnökét, aki nagyon-nagyon jó barátunk, és nagyon sokat tett később a magyar napét, és arra tudom megkérdezni, hogy mit látni ebben, mert hogyha valakinek van valamiféle szervezeti, csúnya szóval mondva, üzleti elképzelése a dolgokról, akkor az ő. És én azt mondtam, hogy ez egy nagyon szép dolog, és ültünk egy-két órát, meg a beszélgetés végén azt mondta, hogy mondtam, hogy szeretném szeptember második vasárnap ennek én kikiáltam, és sőt, én nagyon szívesen, önkényesen ki is kiáltom ezt. De azt mondtam, hogy várják vele addig, hogy esetleg megcsináljuk, hogy a következő szigetre csinálunk egy magyar dalnapját. És ez volt 2008. január februárjában, és akkor megszületett az első magyar dalnapja, ami így tényleg a szigetnek köszönhető, és így aztán nagyon sok ember láthatta, nagyon sok művészet részt vett, és nagyon sokan, ugye közvetítés szerűen a televíziós, internetes, rádiós csatornákon keresztül sajtótávogatásával megszívták. És akkor innentől kezdve lehet mondani, hogy innen vagyunk. Most már mindig szeptember második vasárnapja. Természetesen mi boldogok vagyunk, hogyha valahol annyira komolyan veszik, hogy már a szombatestét is bevonják, és mondhatjuk úgy is, hogy beáldozzák ennek a célnak. De ez mindig szeretném, ha megmaradna egy alduló szervező dolognak. Ez nem hivatalos ügyen, ez nincs benne a naptárakban, és azt gondolom, hogy nem is szabad, mert abban a pillanatban valami átváltozik. Az, hogy egyébként szintén a Görögdali találmánya, hogy legyen egy-egy főváros, hogy ne legyen Budapest-centrikus a dolog, azzal együtt, hogy már a második hagyadalom az ilyen 30-nál több színpad volt országszerte, aminek olyan erre volt, hogy nem is ijedtük, mert féltük, hogy nem fogjuk tudni kezelni, hiszen a hagyadalomnak egy non-profit KFT-ből áll, aminek van egy Szabó Edi igazgatónője, és én vagyok az önkéntes. Többen nem vagyunk, és így aztán nagyon nehéz, amikor július elején elkezdjük, hogy napról napra már csak ezzel foglalkozunk, hát nagyon nehéz így kettesnek, vannak egyébként önkéntes segítőink, csak örülünk van, hogy valaki ebben az évben már Olympiában dolgozik, és akkor már csak drukkol, van, aki megkapta a diplomáját és bejut a ügyvédi irodába, tehát jönnek is segítségek, mennek is segítségek, de nagyon sok zenész önkéntes, nagyon sok koncertszervező segít nekünk önkéntesen, és hát azzal, hogy sikerült ezt a genetai féle gondolatot megvalósítani, hogy minden évben legyen a magyar dalnak egy fővárosa, azzal én azt gondolom, hogy egy nagyon nagyot léptünk előre, és most itt vagyunk, és itt leszünk szeptember 8-án, és köszönöm azt, hogy dolgoztak ezen, és köszönöm szépen azt, hogy meghallgattatnak, hogy ezt elmondhattam. Nyilván én nem vagyok egy felkészült ilyen monológ ebben, hogy itt el tudom mondani az egészet. Nyilván, ha fogunk kérdezni, akkor eszembe fogunk néhány dolog, és amit esetleg kiadtam, de én köszönöm a szót, ha beszéljön a polgármester, és ha bármi kérdés van, látom Zsoltot, hogy már jól van tudjuk, mint én, hogy lesz kérdés. Szóval akkor itt vagyok, és állok rendelkezésére, mert köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor tiszteletben nekem fogom most minden egy pár szót a Békés Csabai rendezvényre. Köszönöm szépen, viszont abban maradtunk, hogy ez egy beszélgető sajtótájékoztató lesz, úgyhogy én is rövidre fogom a mondókámat, hogy legyen alkalmunk a jelenlévőknek kérdezni
kérdés formájában átmenni a sajtótájékoztatónak, ugye vannak protokollális elemei, polgármesterek is meg kell szólalni, ez most meg fog történni. Második fővárosi címet nyerjünk el, ugye azt szeretném olyan lévőket emlékeztetni, hogy a Horváth fővárosa címre pályázunk, a Magyar Dal fővárosának a pályázati díját viszont nem is nyertük, köszönet érte, akik tettek, és akik úgy gondolják, hogy jó helyszínt választottak. Eddig is az elmúlt évek fő célkitűzései között szerepelt az, hogy többek között otthon teremtsünk a kultúra számára, védjük a helyi értékeinket, és egy élhető várost alakítsunk ki. Ennek keretében történt meg, ugyan nem a város beruházásában, de ennek elemei között történt meg a Munkácsy Mihály Múzeumnak a felújítása. Több felújítási munka, és ugye ezért január közepén történt meg a Csavagyanya Kulturális Központ kialakítása. Tehát a hely megvan, és most már az lehetővé, most érte azt a város, hogy egy olyan a főtér átadásával, a Szent István tér átadásával egy olyan helyszínt tud biztosítani az ilyen jellegű rendezvényeknek, mint a Magyar Dal napja, amely szerintem méltó helyszín lesz, és reméljük, hogy sok jelenlévő mellett és sok jelenlévő közreműködésével fog ledugolódni a szeptember elejétől. A teret az eredeti céloknak megfelelően a társadalmi élet egy olyan helyszínének tekintjük, ahol nem egy üresen hagyott térnek az épületek között tekintjük, hanem minden lakos számára elérhető közéleti, művészeti, sport, szórakoztatói, zenei események helyszíne lesz. Úgy gondoljuk, méltó koronája lesz a szeptemberi Magyar Dal napja. Tulajdonképpen a téravató programok egyike, és talán a legfontosabb rendezvénye lesz. A helyi értékek védelmében találkoztunk a alkotók, a kitalálók, az egész alapindítóinak a gondolataival, hiszen klasszikusot idézve Presser Gábor mindent elárasztó impulzene árnyékában legalább évente egyszer állítsuk reflektorfénybe saját értékeinket, a magyar dalokat, a magyar alkotókat. Itt a helyi érték, a helyi kulturális érték is beletartozik abba a helyi értékeink védelme címszó alatt, amit a jelenlévők már többször egy-egy iskolai épület felújítás, vagy egy-egy meglévő épületnek a újbóli rekonstrukció után átadásnál találkoztunk. A helyi értékek, ápolásával a zenei, a kulturális értékek is beletartoznak, és úgy gondoljuk, hogy a Magyar Dal pályázatának a sikeres elnyerése erősíteni fogja ezt a programot. Háromnapos rendezvénysorozattá kívánjuk bővíteni, illetve ünnepelni a Magyar Dalt. A háromnapos programoknak a nagy része könnyű zenei rendezvény lesz, fesztivál jellegű eseményeket fogunk szervezni, és fellépést biztosítunk a magyar alkotóknak, alkotóművészeknek, a helyi és a Békés megyei származású, vagy Békés Csabai származású zenészeknek és képzőművészeknek is. A háromnapos programon belül előreláthatólag bluesestől, musical produkciókon több mint 50 zenekar áll a szervezések fókuszában, és több száz iskolai kórus lesz majd azon a bizonyos közös éneklésen. Kiemelt helyszín lesz a Szent István téri főszínpad a helyszínek közül, és a nagyobb zenei produkciók itt fognak lezajlani. A kisebb, a kamara jellegű, vagy a diszkréte programok pedig az Ibsen udvarban, és a Jókai Színház előtti tér a gyermekszínpad helyszíne lesz, ahol gyermekműsorokat fogunk látni, hallani. A szervezés a programok vonatkozásában folyamatban, nagyon folyamatosan tájékoztatni fogunk önöket. Zárásul engedjék meg még egyszer a mozgalom kitalálójának, a mozgalomban résztvevőknek, a pályázatot összeállítóknak és a pályázatot elbírálóknak is köszönetünket fejezünk ki, hogy 2013 őszén Békéscsabe egy ilyen hangos eseményt adhat otthon, és szeretném jelenteni a jelenlévőknek, hogy készülünk, izgulunk, és reméljük, hogy sikeres lesz az eső, pedig megpróbáljuk rendezni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mármint, hogy ne essen.